Ez itt a Birodalmi Híradó. A stúdióban Erő Antónia és Hanszellő István. Két robotpilóta ütközött össze ma reggel a Nabu bolygón. Az egyik T-188-as jelű egység túlélte az ütközést, a másikuk azonban a repülőben fellépő elektromosságtól szétégett. Megrázó riport következik. Nabu Otogunga mocsár. Így gyakorlatozott az a két robotpilóta, akik közül az egyik életét vesztette. T-188 Károly szerint kollégája tapasztalt pilóta volt, és nem érti, hogy történhetett a tragédia. Roger, 20 éve repülünk együtt, soha nem volt még ilyen, Roger. A vadászgépek is megbízhatóak, nemrég lettek felújítva, Roger. A szerencsétlenül járt robot hozzátartozóit a baleset után azonnal értesítették a tragédiáról. Romboló Krisztina azt mondja, nehezebb lesz mostantól az élete. Roger, nem tudom mi lesz, Roger. Híradónk szerkesztősége szintén sajnálatát fejezte ki a történtek miatt, hiszen ha a robotpilótát sikerült volna megmenteni, Györfi Pál is tudott volna nyilatkozni. Budapesten a 7-es buszon látták George Lucast kezében egy érvényes jeggyel. A hírességet egy élelmes utas fényképezte le, aki észrevette, hogy George Lucast. Több mint 20 milliárd kredites támogatást kap a kormány a Galaktikus Birodalomtól, így mégis felépül az űrkikötő Gyulaházán. A helyiek tiltakoznak, mert félnek a nagy zajtól és a légszennyezettségtől. Hát én nem tudom. Azt mondják, hogy itt gyűnnek a Coruscantról a fejeseknek valami légikikötő, vagy micsoda. Hát én tegnap is akkor az zajra ébredtem, mert már most is röpködnek itt a tájvadászok. Nem elég ez a kocsma itt mellettünk. Onnan is mindig jönnek ki a lépegetők. A férjem is az mondjuk. Néha még lő is. Hát abban az ivóban több szörnyeteg van, mint Mos Eisley-ban. Igaz, a legjobb teherhajópilótákat is itt lehet megtalálni. Ha be akartam menni a droidjaimmal, de kiszavart a pultos. És akkor kértem egy ilyen Wookie fröccsöt, erre odajött két ilyen, nem tudom kik voltak. Egyiknek a Rosmar képe volt, a másiknak meg ilyen zombi feje. Azt mondják, nem tetszik nekik a képem. Most akkor elkezdtek valamit kisdáskodni, hogy 12 csillagrendszerbe körözik őket. Ha mondom, jó, akkor majd vigyázok. Erre fölöttek, ott volt egy vén fószer, valami fényes bottos, pikpak lerendezte őket. Na, itt ez volt. Szerintem nem kell ide űrkikötő, elég a könyvtár, nem? Palpatine császár és Darth Vader is egyetért abban, hogy a birodalmi rohamosztagot jobb lenne lecserélni a magyar tekre. Jóval hatékonyabbak, indokolta az uralkodó, hiszen pár éve még Luke Skywalker lézerkardját is megszerett. Híradónkat a reklám után folytatjuk. Az új Dentál Total fogkrém megszünteti a foginyvérzést, de az, hogy állandóan beleharapok a pofámba, sajnos nem. Jabba, a 10-szeresét fizetem vissza! Ön is így fog nevetni, ha kézhez kapja a úthitelt. Jabba, lóvás alább! Az én nevem a nagy Darth Vader. Itt dolgozom, engem nem fog a lézer. Maszkot hordok, így nem láthatod a szemem, de jobb is így, mert elég randa a fejem. Nem somolyogsz már, nincs több zsivány, nem haragszom éd a kapitány. Majd ketté vág, Vader. Ez itt a Birodalmi Híradó. Hujber Ferenc azt állítja, hogy valójában ő Luke Skywalker és Darth Vader az apja, csak letagadja. Az uralkodó már is át akarja csábítani Hujbert a sötét oldalra, de Vader szerint Hujber már rég ott van, szellemileg legalábbis. Híradónk végén egy ajánló ma esti műsorunkból. Elveszettnek hit rokonokat újra összehozó műsorunk a Keresem a családom mai epizódjában. Tanúi lehetünk annak a megható pillanatnak, amint Sripio 30 év után újra találkozik Réz Andrással. Önök a Birodalmi Híradót látták,